Bocsánat, George Fields itt van? Igen, itt van. De nem lehet bemenni hozzá, jöjjön vissza! Vannak nála, esküszöm, ne menj be, várj egy kicsit! Természetesen. Egy kis türelmet, várj egy kicsit, a partvidékkel beszélek. Ez is partvidék, George, a keleti partvidék. Halló, Paul, halló! Látod, mit csináltál, Margaret? Margaret, hívd, még egyszer szétment a vonal. Mit akarsz, Michael? Terry Bishop játssza az Eljó jegest. Pedig azt a szerepet nekem ígérted. Vagy tévednék? Nem azt mondtad, hogy behívlak próbajátékra? De. Vagy nem te vagy az ügynököm? Pressman nevet akart, Michael. Aha, és Terry Bishop az név. És Michael Dorsey is név. Ha újságot fizetsz elő, Michael Dorsey is név. Köszönöm. Várj, ne menj el, várj! Mindig kihozol a sodromból. Belátom, piszokság volt. Hadd kezdjem előről. Bishop rengeteget tévézik. Milliók látják naponta, közismert színész. És ez jobb cím arra, hogy elrontsa az Eljó jegest? Uram, irgalmas. Hogy jön a pasas én hozzám, aki már játszottam? Nézd, ha Pressman neves színészt akarjon, az az ő dolga. És ha nem tudnád, ebben a szakmában sokan pénzt akarnak keresni. Még ha te nem is. Ne állíts be hülyének, George. Én is azért dolgozom, hogy pénzt keresek. Igazán? Igen. Olyanokkal, mint a Vakok Színháza, meg Strindberg a parkban, színjátszó műhely Syracuse-ban. 9 főszerepet játszottam 8 hónap alatt Syracuse-ban, és mennybe mentem a New York kritikáktól. Nem, mintha ez volna a fontos. Persze, nehogy már Isten ments, megszűnj a szakma szerencsétlenje lenni. Szerencsétlennek tartasz, George? Nem hagyom magam belehúzni egy ilyen beszélgetésbe. Nem hagyom. Na jó, elküldtem neked a szobatársam darabját. Van benne számomra egy szerep. Elolvastad? Hogy jut eszedbe elküldeni a szobatársad darabját, hogy eljátszhast? Az ügynököd vagyok, nem az anyád. Nem az a dolgom, hogy szerepeket hajtsak fel neked, hanem hogy az ajánlatokat mérlegeljem. Ezt ki mesélte be neked? Az ügynökök istene? A darab kitűnő és óriásit játszhat. Nem fogja bemutatni senki. Miért? Mert pessimista. Mert senki sem mutat be egy darabot egy házaspárról, amelyik visszavonul Lafkánál. Megtörtént eset. De kit érdekel? Ki ad 20 dollárt azért, hogy lásson embereket vegyi hulladékok közt élni? Azt New Jersey-ben is láthatják. Na jó, erről nem vitatkozom, hagyjuk. Majd felhajtom én a 8000 dollárt, hogy bemutassam a darabot. Elvállalhatsz nekem akármit, bármi legyen is az. Csinálok kutyareklámot a tévében, zölejezés a rádióban. Nem vállalok semmit. Miért nem? Mert nincs, aki hajlandó dolgozni veled. Amit elvállalok, ha beledöglöm, akkor is jól csinálom. Ezt mindenki tudja. De mindenki más is beledöglik. Akinek 4 hete van arra, hogy színpadra állítson egy darabot. Az arról vitatkozom, hogy Tolstoy járkálhat-e haldokolva, vagy kántálhat-e járkálva, vagy üljön állva és álljon hálva. 2 évvel ezelőtt volt, és különben is egy hülye apasztás. Neked mindenki hülye, és mindenkivel vitatkozol. Neked van a legrosszabb híred az egész városban, Michael. Nincs senki, aki dolgozna veled. Azt mondod, hogy nincs senki New Yorkban, aki dolgozna velem? Ne szorítkozz New Yorkra, Hollywoodba se szerződtetnek. Egy rohadt félperces reklámra se. Egyszer egy paradicsomot játszottál, és fél napot csúsztak miattad, mert nem akartál leülni. Hát persze, mert nem volt logikus. Paradicsom voltál! Egy paradicsomban nincs logika, és nem tud mozogni. Erről van szó. Ha nem tud mozogni, akkor leülni se tud, George. Álló paradicsomot csináltam, egy gusztusos, zaftos, szexis paradicsomot. Senki se játszik úgy zöldséget, mint én. Egyszer egy teljes off-Broadway zöldségestet csináltam. Csodálatos uborka, meg retek voltam. És olyan endívia, hogy a kritikusok segrehestek tőlem. Michael, én igyekszem a nyugalmamat megőrizni. Te egy remek színész vagy. Köszönöm. Csak rengeteg baj van veled. Kezeltesd magad. Jó, és felhajtom a 8000 dollárt, és bemutatom Jeff darabját. Michael. Nem fogsz felhajtani egy fél dollárt se, mert nincs senki, aki szerződtetne. Igen?